iskola, 25 éves lesz, illetve betöltötte a 25. életévét, ha úgy onnét veszük az alapítását, hogy 93 őszén alapult. És ugye 20 évvel ezelőtt már átestünk az első akkreditáláson, vagyis a működési engedélyt megkaptuk, és rögtön fölmerült az a kérdés, hogy lesz-e utánunk élet. Tehát mi, akik akkor lelkes fiatalok voltunk, létrehoztuk a főiskolát, de egy felsőoktatási intézmény csak akkor működik, hogyha van benne folytonosság, folyamatosság, és utána a tanárok után is jönnek új diákok, nem mondhatjuk azt, hogy utána a víz azon. És ezért hoztuk létre a szakkollégiumot, hogy akkor kineveljük azt az értelmiségi tudós társadalmat, aki tovább folytatja a magyar tudomány művelését, vagy a különböző tudományágak művelését, nem csak a magyar nyelvét. És ez egy olyan szakkollégium volt, amihez megkaptunk anyagi támogatást az anyaországból, akkor egy alapítványtól, azóta ez a helyzet változott, hiszen ez egy folytonos támogatási rendszerre alakult, ahol diák-tanár kap lehetőséget arra, hogy közösen a diák által kiválasztott témába kutathasson, és egy éven belül letegyen egy olyan minőségű szakdolgozatot, ami elindíthatja őt a tudományos pályára, ami elindíthatja őt arra, hogy felvételt nyerjen valamely tudományos doktori iskolába.